Sziasztok! Hoztam nektek a heti üzenetet a március 21-től 27-ig terjedő időszakra. Na nézzük a kosokat, a botok 3-ast, az érmék 5-öst és a botok királynőjét kaptuk. Kedvező kilátások vannak a héten, hiszen mindenképpen tüzes időszak következik. Ha valamit terveztél, azt nyugodtan meglépheted, tudod a helyes irányt, megvan az önbizalmad, és önállóan létre tudsz hozni dolgokat. Viszont ne keseredj el, mert amit most esetleg elkezdesz, vagy terve van, hosszú távra nagyon jó kis kilátásokat ígér. Viszont anyagi területen jobb, hogyha spórolsz most ezen a héten, hiszen lehetnek nem várt kiadások, úgyhogy hét közepe felé olyan, mintha valami visszafogna, akár anyagilag, akár szerelmi téren is, hogy egy kicsit úgy átgondold a dolgokat, hiszen a nem várt kiadások, vagy esetleg ha olyan dolgot tervezel, akár vásárlás, akkor egy kicsit át kell gondolni a helyzetet, mert lehet, hogy majd jobb lehetőséget hoz az élet, tehát anyagi téren mindenképp vissza kell fogni ebben az időszakban. Takarékoskodni kell, mert jöhetnek nem várt eredmények, válságok, tehát hét vége felé már úgy látom, hogy minden beindul, a botok királynőjével új energiák jönnek, maximális egyensúlyban vagy. Én a spiritualitást is látom ebben a kártyában, hiszen látod, hogy a botok királynő egy olyan stabil hölgy, aki önálló, független, tele van erővel, energiával, nőiességgel, és mindent meg tud valósítani. A szerelemben is boldogság látható, lendület és lelkesedés, tehát mindenképp motivált leszel. Tehát hét közepe felé van egy kis negatív energia, ahol át kell gondolni a dolgokat, aztán ott az egyensúly. Na nézzük a bikákat. Karduk 5-ös, kelyhek 2-es és botok 2-es. Mivel hogy 2-2-est is kaptunk, egyébként az ugye a párkapcsolat száma is, a kétségek, a döntések száma, tehát biztos, hogy valami szerelmi ügyben elhatározásra jutsz hétvégére. A kardok 5-ös egyébként valami diszharmóniát jelez, tehát vagy a kommunikációban valami veszteségér, vagy kudarc, egyfajta küzdelmet látok, akár ez a munkahelyen is lehet, lehet, hogy csak mondják neked, mondják, ráteszik a sok negatív energiát, és szétrobban a fejed, ezért kell a gondolatokat kitisztítani, tehát higgadt fejjel nézni a dolgokat, mert ez úgyis csak átmeneti állapot. Tehát ez a kardok olyan, mintha védekezésre kényszerülnél, holott lehet nincs is miért, tehát olyan, mint egy kicsit elvesztetted volna az erődet, vagy az energiádat leszívták volna akár a munkahelyen, vagy a párkapcsolatban is lehetnek esetleg ilyen szócsaták, de úgy látom, hogy ez az energia ez kiegyenlítődik, és hét közepére már olyan kis szerelmes percek lesznek, tehát ott van a kapcsolódás a képen is, az energiátok egyesül, és az ellentétek kibékülnek, esetleg ha szóbeli viták voltak, akkor most békét köttök, és elkezdtek együtt feloldódni, tehát a feszültségek feloldódnak a szerelemben. Tehát azt is mutatja a kártya, hogy foglalkozzatok egymással, beszéljetek meg mindent higgadtan, viszont a botok 2-es az is ilyen hirtelen jött dolgokat mutat, tehát döntések a szerelemben például, vagy akár két partner között kétségeket vett fel, de határozatlanságot is, de el tudod dönteni esetleg, hogy ki kell neked. Olyan, mintha a sors vagy a karma eléd dobná az eseményeket, és döntésre kényszerítene. Tehát az is lehet például, hogy a szerelemben, aki ugye esetleg hármas kapcsolatban van, vagy két partnere van, el tudja dönteni, hogy hogyan tovább. Tehát megnyílnak itt az utak előtted. Az ikreknél a botok 5-öst, a kardok 2-est kaptuk, és az egyensúly lapját.
A hét eleje tüzes energiákkal lesz telítve, olyan, mintha egy kicsit úgy harcolnál, vagy védekezésre kényszerülnél, vagy valami versengés esetleg a munkahelyen, vagy párkapcsolatban is, de stressz is felmerülhet. Tehát mindenképpen egy kellemes kihívás, amit tudsz kezelni, mert ez egy egészséges versengés látható a képen, tehát lehet az is, hogy sportra lenne szükséged például, vagy visszanyered az energiádat valami sport, pihenés által. Hét közepe felé már a kardok kettes a fejben lévő gondolatokat mutatja, határozatlan vagy döntésképtelen, vagy esetleg a szerelemben van valami döntés előtted, vagy akár egy munkával kapcsolatban is, amiért úgy meg kell harcolnod, de ne engedd magad befolyásolni, mert lehet mondják neked, vagy a munkahelyen, vagy a baráti kapcsolatokban mondják, hallgass a megérzéseidre, mert hétvégén egyensúlyban leszel, hiszen ott van, hogy kívül-belül harmóniában vagy, és esetleges kérdések merülnek fel, ami most benned van, vagy amin agyalsz, akkor az harmóniába lehet hozni már hétvégére, és ott a döntés. A rákoknak nagyon jó lapokat kaptunk, érmék lovagja, érmék 8-as, és a botok királya. Számomra vagy a munka, vagy a pénz területén van pozitív változás, hiszen mindhárom lap harmonikus. Az anyagiak területén lehet hátradőlni, hiszen vagy befejeztél valamilyen munkát, vagy megtaláltad álmaid állását, tehát mindenképpen fejlődést látunk, tehát megnyugvás, ha egy olyan munkahelyet szereztél, ahol jó kis légkör van, és biztonságban érzed magad, hiszen a szorgalmad révén szeretnek téged, az is jelentheti, hogy olyan kis megnyugvás akár munkahelyen, vagy a munkatársi kapcsolatokban is egyébként, hiszen minden szaktudásod megvan, fejlődsz, és hosszú távú dolgokat tudsz megvalósítani. Most egy kicsit hátradőlhetsz egyébként, hiszen itt az ideje a pihenésnek. Ha a párkapcsolatot nézzük, akkor is mindenképpen tüzes időszak kezdődik, lehet, hogy valaki belép az életedbe, hiszen ott van a botok királya, aki egy tüzes pas is lehet, ha hölgy vagy fordítva is, akivel elkezdődhet valami jó kis kapcsolat. Ha a munkahelyet nézzük, akkor meg egy olyan főnök, aki kitartó, aki melletted áll, nem látok konfliktust, tehát olyan kis lendületes, temperamentumos, aki segítségedre lesz. Tehát mindenképpen szakmailag nagyon jó dolgokat látok, és anyagi sikereket neked. Az oroszlánoknak nagyon szép lapokat kaptunk. Az érmék ásza, az uralkodó, és a botok hetes. Az érmék ásza valami új dolog kezdetét jelenti, hiszen az érmék az anyagias, az ász pedig az egyes, amit valamit most elindítasz, ami fejlődőképes, beleteszed az energiádat, ami nagyon jó. Ez anyagilag vagy pénzügyi területen a jólét megteremtéséhez hozzájárul. Tehát, hogyha párkapcsolatra nézzük, akkor is tartós boldogságot ígér, akár egy új szerelmet, vagy a régi megújulását, hiszen ott van a boldogság a kártyán. Az uralkodó az egy stabil, hiszen ott van a négyes szám, a lába is ugye, mintha egy négyest formázna, a föld száma biztos alapokat jelent, és megvan a belső biztonságod. Reálisan nézed a helyzetet, akár miről is van szó, és mindent meg tudsz valósítani. Tehát józanul átgondolod a dolgokat, és a teremtő erőddel tudod rendszerezni. Tehát megfontolt vagy, és tehát minden területen rendet tudsz tenni. Persze a külső körülmények mellett a belső is nagyon fontos, de hétvégére átértékeled a helyzetet, hiszen ott van a botok hetes, ami egy tüzes energia, mégis olyan, minthogyha támadnának téged, ugye a botok helyzetéből adódóan, de akkor is ott vagy,
egyensúlyban vagy, nyitott szívcsakrával, és körbeveszed magad egy védelmi burokkal. Ezt lehet spirituálisan is érteni, hogy fejlődsz, hogy dolgozol magadon, de mindenképpen én megnyugvást látok, hiszen ott az egyensúlyod. Tehát ha munkahelyen vagy bárhol, ott vannak az irigyek, a rossz akarók, te egyensúlyban tudsz maradni, kivéded a támadásokat, és teljesen elszigetelődsz, tehát az a veszély nem fenyeget, hogy téged kibillentsenek, akármilyen nehéz helyzet is adódik, te túl tudsz lépni rajta. A szüzeknél az érmék négyest, az érmék királyát és az uralkodónőt kaptuk. Nagyon szép lapok egyébként, tehát anyagi területen látok változást, olyan, mint egy kicsit túl sokat spóroltál volna, vagy nem foglalkoztál volna magaddal. Az érmék négyes azt mondja, hogy nyugodtan költs magadra, érezd jól magad, vedd meg, ami megtetszik, mert úgy is ott van, hogy a pénz áramlása megtalál téged, hiszen új források, új dolgok is jönnek hozzád. Tehát mindenképpen beruházhatsz valami okos befektetést, ami megtérül, tehát forgatni kell a pénz energiáját, és az üzletbe nyugodtan fektess be, vagy bármibe, mert úgy látom, hogyha valamibe bele akarsz kezdeni, akkor ki is kell adni. Tehát ezt nem kell, ezt a kockázatot sajnálni. Tehát mindenképpen ott az energia, amibe bele tudsz fektetni, nem szabad most zsugoriskodni, és igenis magadtól se vonj meg a jó dolgokat, igenis menj el egy étterembe, vagy menj el egy masszázsra, vagy épp ami neked jó esik, hiszen amit most elindítasz, abból bőven lesz hosszú távra, tehát kockázatot kell vállalni, így van. Ha párkapcsolatra nézzük, akkor is ott a lehetőség, hiszen ott van a termékenység, most valami megszületik, tehát lehet, hogy jó kilátások vannak egy induló párkapcsolatra, vagy akár a párkapcsolatoddal valami új üzlet kiagyalásába, valami új pénzforrásba, tehát ha kitartó vagy, és van realitásod, már pedig van, ott vagy biztonságban. Egyébként valami új dolog születését is vetítheti elő a lap, hiszen a harmadik az uralkodónő, tehát mindenképpen vagy fizikailag is, ugye nálad a családban gyermekszületése várható, vagy valami új dolog, valami termékenység, vagy akár a művészetekben, ahogy az örömödet, a lelki energiádat ki tudod fejezni, csináld azt, ami neked most jó. Tehát a képen ugye egy terhes nőt látunk, de ez akár fizikailag, akár szellemileg, lelkileg is megvalósulhat, hiszen ha valamibe belekezdesz, az most nagyon gyümölcsöző lesz. A mérlegeknek csodás lapokat húztunk, a botok négyes, a főpapnő és a nap. A botok négyes az valaminek az ünneplését jelenti, összejöveteleket, lazaságot, tehát az életigenlés kártyája, tehát életörömöket látunk a képen, vagy elmentek bulizni, nagy társaságba mentek, tehát olyan kis meghittség. A főpapnő az a saját érettségedet is mutatja, tehát megtaláltad az egyensúlyodat, és a spirituális fejlődésed útján már elindultál, aminek az lesz a vége, hogy teljesen felszabadulsz, és mindent át tudsz értékelni, elengeded az akadályokat, a korlátokat, tehát nagyon pozitív dolgokat látunk. Tehát lehet, hogy beiratkozol valahova, vagy elkezdesz valami kis spirituális utat folytatni, beavatásokat kapsz, tehát olyan titkos tudásra teszel szert, amivel majd segítheted magad, családod és másokat is. Tehát a női energiák most nagyon kibontakoznak benned, és nem kell sietetni a dolgokat, mert ez a kártya azt mutatja, hogy előbb-utóbb úgyis minden a te javadra fordul, és türelemmel nem kell sietetni a dolgokat. A napkártyája, hát ez egy csodálatos szimbólum a nap, hiszen látjuk a képen is, hogy sugárzik a hölgy, befogadó, és teljes pozitív sugárzás van a képen, tehát energetikailag is a maximálisan vagy, derűs vagy, életvidáman látod a helyzetedet,
tehát hogyha esetleg viták is voltak, akkor is kibékülést, és nagyon optimista hetet mutat. A skorpióknál az erő, az ördög és a kardok királynője tarólapokat kaptuk. Tehát hangsúlyos időszak lesz, hiszen kettő nagy arkánom is van. Az erőlapja azt vetíti előre, hogy a hetet teljes energiával kezded, tele szenvedéllyel, jókedvel, pozitív vagy, és ezt át tudod sugározni akár a munkatársaidra, a családodra is, tehát élvezed az életet, karizmatikus vagy, bátor vagy, viszont ha a párkapcsolatra nézzük, akkor hétközepe felé egy olyan helyzetben találhatod magad, esetleg ha párt keresel, hogy minthogyha valami függőségi helyzet alakulna ki kettőtök között. Ez lehet akár szexualitás, hogyha már régi kapcsolatról van szó, vagy bármilyen függőség, úgyhogy át kell gondolnod a dolgot, mert ott az ördög, tehát csábít a képen. Tehát az is lehet, hogy te vagy függő helyzetben, akár egy párkapcsolatban, vagy egy olyan toxikus kapcsolatban, és szívják az energiádat, vagy te nem tudsz szabadulni. Tehát mindenképpen egyfajta kísértést látok a képen, de úgy látom, hogy a józan eszedet megtartott, hiszen a kardok királynő egy olyan józan, éleseszű hölgy, aki tapasztalt, és mindennek rugalmasan hátat tud fordítani. Tehát akár a munkahelyen idézőjelbe kísértés, tehát hogyha valamibe bele akarnak vinni, vagy akár párkapcsolati szinten, akkor most ellen kell állnod, és túllépni a dolgokon. No, nézzük a nyilasokat. Kardok 3-as, kelyhek 7-es és kardok 7-es. Én mindenképpen érzelmi téren látok egy kis negatív energiát. Ugye két 7-est is kaptunk, ami önmagában ugye lehet a Szaturnusz, a karma száma nehezítés. Tehát itt most nehéz energiák kezdődnek. Ez lehet akár hármas kapcsolat is, hiszen a hármas szám is megjelenik, ami negatív energiákat hozhat. Lehet, hogy csalódtál, vagy épp kijózanodtál valamiből, tehát törvényszerű a fájdalmas felébredés, és a belső konfliktusaid által tudsz eljutni a megoldáshoz. Lehet, hogy egy veszekedés volt, vagy egy olyan hármas kapcsolatból adódó kiborulás vagy összeütközés, ami most egy kis megállásra késztet, hiszen a kelyhek 7-es azt mondja neked, hogy lehet, hogy mindez csak illúzió, de ott van a választás lehetősége. Tehát ha most hamis reményeket táplálsz, mert valamit nem tiszta, akkor a rózsaszín szemüveget előbb-utóbb, ha leveszed, akkor ki fognak terülni a dolgok. Tehát a kártya azt mondja, hogy hátrálj ki ebből a helyzetből, hiszen ott van a kardok 7-es. Ne hallgass senkire, kárognak körülötted, meg akarják mondani, hogy mi a jó neked. Egyszerűen fordíts hátat, és lép ki a helyzetből. Ha egy hármas kapcsolatban vagy, akkor is legyen önértékelésed, és tudj lépni. Tehát abszolút ne hagyd magad befolyásolni, mert ha illúziókban élsz, a lufik előbb-utóbb ki fognak durranni. Tehát lehet, hogy valakit nem őszinte veled, vagy ámít téged. Egyébként ez a vizsgákban is lehet nehéz időszakot jelenthet egyébként, a munkahelyen vizsgák. De mindenképpen egy olyan helyzetet látok, amiből jobb, ha kihátrálsz, tehát nem szabad belemenni sem az érzelmi zsarolásba, függőségbe, vagy ha cívják az energiádat. Hátat tudsz fordítani a helyzetnek, bármiről is van szó, és túlteszed magad rajta. No, nézzük a bakoknak a kardok ásza, a kelyhek 4-es és a halállapja, amit kaptunk. Az ász mindig valamiféle fejlődési lehetőség, új út, tehát a gondolataid tiszták, úgy látom, valamit most elkezdhetsz, kedvező lehetőségek vannak, és jó esélyek. Lehet, hogy felismerésre jutsz valami, akár párkapcsolat, vagy akár munka pénzügyekben, tehát valamit kiagyalsz, és véghez tudod vinni. A kelyhek 4-es már valami, mintha valami csalódást látnánk a képen,
tehát ott volt a lehetőség, de még mindig van lehetőség a változásra. Az érzelmekben kell valamint túljutni, valamit lezárni, hiszen a halál lapja azt is mutatja, hogy valami törvényszerű, hogy véget érjen, hogy lezáródjon, hogy új energiák jöjjenek az életedben. De úgy látom, hogy higgadtan tudsz gondolkodni. A kelyhek ugye az érzelmek lapja, lehet, hogy egy kicsit depressziós leszel, magadba fordulsz, vagy elszalasztasz valami kedvező lehetőséget, de mindenképpen hétvégére már ilyen fordulóponthoz érkeztél, hiszen a halál lapja az a valaminek a lezárása és egy új elkezdése. Tehát egy olyan átalakuláson mész keresztül, ami előtt ugye szükséges ez a kis stressz helyzet vagy összeomlás. Tehát ez egy elengedés végül is. Bármit el tudsz engedni, akár barátokat, negatív gondolatokat. Tehát mindenképpen megújulás várható, mert most el tudsz engedni dolgokat, tehát tovább már nem agyalsz a helyzeten, ott lesz a megoldás. No, nézzük a vízöntőknek a botok 10-es, a botok apródja és a kardok 8-as. A hét eleje úgy látom, hogy eléggé megterhelt energiákkal indul, mint látod a képen, túl sok mindent cipelsz, tehát ezeket a terheket, hál' Istennek, le tudod tenni, mert felszabadulsz. Az is lehet, hogy túlterhelt vagy a munkahelyen, vagy olyan kihívások elé kell nézned, aminek még nem látod a megoldását, de hiszen ott lesz, mert kellő energiád lesz hozzá, de most ezt a nehéz terhet ideje, hogy letedd, hiszen ott a növekedés időszaka. Lehet az is, hogy egyébként korlátokba ütközöl, mert valamit meg akartál valósítani, és valahogy olyan céltalannak érezted magad, vagy nem volt segítség. Majd az is lehet, hogy a munkahelyen annyi minden dolgot rátettek, hogy már nem bírod. Hát mondd nemet, és tedd le a terheket, mert hét közepére látom, hogy már olyan kis tüzes vagy, tele energiával. Az is lehet, hogy egy projektet, vagy a munkában valami határidős dolgot, vagy tanulást letettél, pihensz egy kicsit, feltöltődsz. Tehát olyan kis izgalmas, kihívás jelentő dolgok jönnek most, mintha egy új életbe csöppentél volna, motivációd van, lelkesedésed, ami ugye hétvégére mintha egy kicsit csappanna, de ez nem törvényszerű, hogy ilyen megkötözött állapotban légy, mint a kártyán is, hiszen látod, hogy ugye a szemedet, mint a szemed, a kezed is le lenne kötve. Ez általában ez csak pillanatnyi, hiszen olyan, mintha önmagadat kényszerítenéd arra, hogy valamiről lemondj, vagy egy olyan szükségállapotba lépsz. Ez egyébként anyagi tekintetben is lehet, spórolás, vagy bármi, hogyha ezt nézzük, vagy tehát amit saját magadra kényszerítesz. De nem muszáj, hogy ez így történjen, egy pillanat alatt leveheted a szemedről és a kezedről azok a köteleket vagy bilincseket. Az is lehet egyébként, hogy valami nagy hévvel, tűzzel belefogtál egy diétába, vagy valamit elterveztél, és most elkezdesz negatív gondolatokat gyártani, hogy Úristen, ezt hogyan valósítsam meg. Hát lazán, mert leveszed magadról ezeket a kötelékeket, és ott van. Tehát nem muszáj a terheket cipelni, van energiád, változtass. A halaknak a botok 6-ost, a remetét és a főpapot kaptuk. Hát csodálatos lapok, hiszen ott van a fény a kártyán. Ugye hét elején, hét végén is, hét közepén egy kicsit magadba merülsz, átgondolod a dolgokat. De ott van a győzelem, tehát a 6-os, én most a párkapcsolatra asszociálok, tehát hogyha párt keresel, akkor is, mintha megtalálnád, lenne rá lehetőség a hozzád megfelelő lélektársat, hiszen számomra a spiritualitás jelenik meg a lapokban. Tehát ott vagy tüzesen, tele energiával, látod a kezed egy V betűt formál, tehát Viktória, győzelem, tehát optimista vagy, nem ragadsz bele a dolgokba, most érzelmileg kiegyensúlyozott vagy, tehát ott van a babérkoszorú, tehát biztos a siker és a győzelem. Ugye, hogyha párkapcsolatot keresel, abban is, ha pozitívan állsz hozzá, akkor minden rendben van, tehát több lehetőség közül választhatsz. Kicsit magadba fordulsz, megteremted ugye a belső biztonságodat, tudod, hogy mit akarsz, hiszen látod, ott vagy fent a csúcson, ott ülsz fent a hegyekbe, ott van előtted az út, de azt már megjártad,
Tehát most már bármit eltervezhetsz, meg tudod valósítani. Látom a spiritualitást is nálad, tehát ad neki energiát, hogy valósuljon meg, és ez csak pozitívan lehet. Lehet, hogy most egy kicsit magadba fordulsz, nagyon jót tesz ez az egyedüllét, hogy átgondolt a dolgokat, nyugalomban vagy, és tehát a világgal a kapcsolatod is csodálatos. Tehát ott vagy a csillagok között, a harmadik lapon pedig eleve látszik a mosoly, jól érzed magad, akár a fellegekbe is juthatsz, tehát a főpap olyan, mintha az élet értelmét megtaláltad, a lélektársadat, vagy teljesen megnyugodtál volna, te már mindent tudsz, és biztonságban vagy. Tehát lehet olyan spirituális élményekre teszel szert, akár iskolák, tanítások formájában, ami téged feldob, és tudod is alkalmazni. Tehát olyan, mintha mindenki felett tudnál uralkodni. Tehát itt ezen a kártyán végül is a nem cselekvés is cselekvésben nyilvánul meg, mert mind a két utolsó lapon, ahol látjuk, ott ülnek nyugalomban, a lelki kincsekkel, és mindenük megvan, mert már megteremtették.